Kata, színésznőként mire vagy a legbüszkébb? Nagyon sok dolgot mondhatnék most szerencsére, de talán arra, hogy a filmjeimnek a nézőszáma, az összes mozifilmem nézőszáma ilyen 2 millió körül forog, ami szerintem nagyon nagy dolog. Manapság már ritka ezt teljesíteni. Arra emlékszel, hogy ez hogyan kezdődött? Mondjuk a felvételi körüli időszakra emlékszel? Ez egy sűrű időszak volt. Illetve háromkörös egy felvételi rosta színművészeti, most már egyetem, akkor főiskola volt. Tehát, hogy hosszú hónapokig, hetekig elhúzódik, és nagyon idegőrlő természetesen az egész. De nekem miközben folyt egy másik válogatás is paralel, a miniszter félrelépnek a női főszerepét keresték. És az is többkörös volt. És ahogy olyan érdekesen hozta az élet, mert 2 nap differenciával tudtam meg, hogy ez is sikerült, meg az is. Tehát, hogy ez egy ilyen eufórikus hét volt, tényleg csodálatos. És arra emlékszel, hogy amikor a felvételire mentél a Vas utcában, parkoltál, vagy messzebb, illetve hogy autóval mentél-e felvételizni? Nem autóval mentem akkor szerintem, mert annyira izgultam, hogy egyrészt, hogy odaérjek, hogy a parkolással ne menjen el idő, másrészt nem tudom, hogy ilyen állapotban hogy tudtam volna biztonságosan vezetni szerintem. Egyébként biztos. Egyrészt tehát hogy nem tudtam, hogy milyen állapotban jövök majd el, felvesznek-e vagy sem, tehát nem mertem megkockáztatni. Egyébként biztonságos vezetőnek gondolod magad? Azt gondolom, hogy az vagyok, igen. Nagyon. Amióta a Szofi van, azóta leginkább, de azelőtt is. Én nagyon szerencsés vagyok, mert ugye élhettem más országban, ami egy csomó pluszt hoz az ember életében, de például közlekedés szempontjából is Los Angelesben nagyon, nagyon megfontoltan és nagyon lassan, és ott visszazökkentem egy ilyen másik kerékvágásba, és azt szerintem elhoztam magammal Magyarországra, és hogy azt gondolom, hogy nyugodtan vezetek. Színésznőként mindig nagyon kell figyelned a partneredre, ez a vezetésben is érvényesül nálad? Igen, igen, és az egyik, és két nagyon fontos dolog van, amit szinte végig az úton figyelek, azok a tükrök például, hogy tudod-e magad sminkelni. És nem azért, és képzeld, nem azért, hanem hogy az én cselekedetem az milyen hatással lesz a mögöttem közlekedőkre, hiszen ez nagyon fontos. És megpróbálok úgy vezetni, hogy a lehető legelőre láthatóban, tehát hogy ők is sejtsék, hogy én mire készülök, ami szerintem nagyon fontos. Másrészt, hogy tehát ne balról kanyarodjak mondjuk jobbra lefele. Tehát hogy ezek szerintem nagyon fontosak. Igen, ez a figyelem. Ez nem egy olyan nagy dolog szerintem figyelni. Vagy hogy beengedek valakit magam elé, attól nem fog később odaérni sehova. Szerintem ezt fontos, hogy az emberek tudják.